nagyon-nagyon nem ment, hihetetlen jó formában van, de egyszerűen nincs szerencséje. Tegnap és tegnap előtt sem jött össze neki a végső eredmény, pedig világrekorder is, és ahogy mondott a volt, akkor a világrekorder ezüstérmes is. Ő mindenképpen aranyérmért jött, egyenlő azonban még semmilyen érme nincs. Ketten vettek a rajajutokba az élet. Aztán jött Kaczynski, és a végén nem utolsó sokan Alvaro Pinyar. Here's to watch in this heat number 9, the former world champion, second in the world championship last year, 10th in the overall ranking after a 2-answer, No Jinju from Korea, currently leading this race, while skater from Spain, Alvaro Peña, went down in the corner. That leaves us three skaters, including the world record holder in the 500 meters, two-time Olympic bronze medalist, 15th overall this weekend, J.R. Selsky, sitting in second with three laps to go. J.R. Selsky, the három második helyen, így jó nap, adja az alaphangot, egyelőre azonban az ugrát Danielowski próbálkozik lépést tartani velük, ne felejtjük el, hogy az első kettő jut csak tovább, opció nincsen, tehát idővel nem lehet tovább jutni. A két fiú pedig érzi, mint akkor érzik az amerikai, hogy ezt meg lehet csinálni. Well, surprise, No and Selsky are now crossing the finish line in the first two positions, and in third from Ukraine, Valentin Kalinowski. Three more races in the preliminaries of the men 1,000 meters. We will be looking in the next race for Chinese skater Yang Wanhao, winner of the gold medal in the 500 meters. Yesterday he is sitting in second position overall so far this weekend. He will be accompanied by Blake Shelton from New Zealand, 26th in the World Championship ranking, from Argentina, Jose Ignacio Facio, and representing Chinese Taipei, 23rd in the overall World Championship ranking.